Köszöntöm nézőinket, hamarosan kezdődik a 25. nagykunsági kulturális napok megnyitója, Kovács Szilvia a polgármester asszonnyal beszélgetünk. Negyed század még kimondani is nagyon soknak tűnik, rengeteg minden történt ez idő alatt. Így van, pontosan azért a negyed század egy meghatározó szám, és én úgy gondolom, hogy erről a negyed századra Karcag nagyon büszke lehet, hiszen ez azt jelenti, hogy 25 éve, minden évben, évről évre megrendezésre került a nagykunsági kulturális napok, aminek keretén belül rengeteg, de tényleg rengeteg kulturális műsor, úgymond gyöngyszem látott napvilágot, és ezekben gyönyörködhettek, ezekkel gazdagodhattak a karcagiak. És hát azért most is egy gyönyörű kiállítás közepén állunk, ami hamarosan megnyílik, de minden évben vannak olyan rendezvények, ami máshol nincsenek. Tehát például az Arató felvonulás, ami nagyon látványos, és mindenki várja, és sok-sok olyan kisebb program, ahol lehetőséget adunk a helyi művészeknek is a fellépésre, ami azt gondolom, hogy példaértékű. Így van, Karcag nagyon gazdag a kultúrájában, hiszen én nem hiszem, hogy lenne még egy olyan települése az országnak, ahol ennyi kiállító megnyitó, ennyi tárlat, ennyi gazdag kulturális program, és ez a legyen a kultúra minden területe, várja a lakosokat és a környező településről érkezett vendégeket. Én úgy gondolom, hogy aki ezekkel a lehetőségekkel él, az jól tud ebben a városban szórakozni, és gazdag kulturális szellemi életet tud élni, és én bízom abban, hogy ez az elkövetkező években ugyanígy lesz, és talán még gyarapodik is, ha ezt lehet tovább egyáltalán fokozni. De még, hogy majd még lehet, hiszen azért mindig vannak olyan dolgok, amelyek újítások. Viszont beszéljünk egy picit még egy másik önhöz kapcsolódó dologról, hiszen a megnyitó mellett még holnap is egy fontos dolog van, hiszen újból játszik a zenekar. Így van, bár az zenekarnak egy szűkített változata játszik, és legnagyobb sajnálatomra én ebben most nem tudok közreműködni, hiszen egy konferencia elszólított vidékre, de lélekben természetesen a zenekaros társaimmal vagyok együtt, és én büszkén mondhatom, hogy már ez is egy hagyomány, hogy a szimfonikus zenekar vagy teljes egészében, vagy csak egy kis szűkített változatban, de szerepel a nagykunsági kulturális napokon. Külön öröm volt számunkra, hogy tavaly a Városháza dísztermében adhattunk koncertet. Bár még nagyobb öröm lett volna, hogyha felavathatjuk a díszudvarunkat, de ez az időjárás megakadályozta. De én úgy gondolom, hogy a karcagiaknak ez is emlékezetes esemény volt, hiszen azóta is számon kérik rajtunk, várják a következő ilyen jellegű koncertet, és én bízom abban, hogy rövidesen tényleg lehetőségünk lesz az udvarban együtt zenélni, a teljes zenekarral együtt. Augusztus 20-a azonban külön ünnep a városban, hiszen ilyenkor díjakat is átadnak. Így van, számos díjátadására került sor, természetesen nem fogom elárulni, hogy kik kapnak díjat, bár gondolom, hogy sejtik és tudják már, de a város többi lakójának legyen ez tényleg meglepetés, és én úgy gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk a díjazottjainkra. Ezen kívül fontos tudni, hogy megyei díjakat is nagyon sok karcagi vehetett, tehát én úgy gondolom, hogy Karcag mindig is olyan szinten áll, mind szakmai, mind kulturális, mind sport és az élet bármely területén, hogy méltán kiállhat, méltán büszke lehet az eredményeire, és ezt a díjakban mi méltán látjuk viszont. Reméljük, hogy sokan eljönnek a nagykunsági napok rendezvénye, és reméljük azt is, hogy az időjárás is kegyes lesz. Én bízom abban, látva a programot, nagyon gazdag a program, és aki ezeken részt vesz, én úgy gondolom, hogy nagyon szép napokat fog megélni a városunkban. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőasszony, igazgató úr, tisztelt ünneplő közösség, kedves karcagiak! Karcagváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a 25. nagykunsági kulturális napok megnyitóján. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ismét én nyithatom meg ezt a rendezvényt, hiszen a 20-at szintén én nyitottam meg 5 évvel ezelőtt. Akkori beszédemben, a köszöntőmben egy átfogó képet és visszaemlékezést, visszatekintést adtam arról, mi is történt az elmúlt 20 év alatt. Ezt most nem teszem meg, hiszen akkor nagyon sokáig itt ülhetnénk, olyan gazdag programokban volt ez idő alatt részünk. Elmondhatjuk tehát, hogy Karcagváros életében, és azt hiszem minden ember életében a kultúra nem mellőzhető terület. Szükség van rá, éltető erő, hiszen egy-egy településnek ez adja a lüktetését. Átsző mindent, mint egy pók,
és ennek a pópnak a hálója tényleg minden területre odaér, és nagyon sűrű gazdag. Hordozza mindazt az értéket, hagyományt, szórakozási lehetőséget, és még hosszan sorolhatnám, hogy mi mindent, amit eleink és a jelen emberei képviselnek, fontosnak tartanak, és végezetül megállapíthatjuk, hogy a kultúra számunkra kincs. Kincs mindenki számára, de nem a szó szabványos, szokványos értelmében. Hiszen egy átlagos kincset, legyen az bármilyen aranyezüst és bármilyen érték, valljuk be őszintén elzárva, dobozkában, ládikában, bankban, lakat alatt tartjuk. A kultúra nekünk azonban másként kincs. Másként keletkezik, hiszen sok-sok év munkája, sok generáció és sok érték kell hozzá, hogy létrejöjjön. Nem kapható a boltban, mint egy átlagos dolog, vagy akár egy kincs. Ezt a kincset másként kell kezeljük, és másképp is kezeljük. Nem zárjuk el sublót fiókba, ládikába, lakat alá. Ellenkezőleg ezt mindenki közkincsévé téve hirdetjük, átadjuk, és ezzel tovább gazdagítjuk azt, és természetesen gazdagítjuk saját magunkat is, városunk életét. A kultúra nem kifizetődő üzletág, nem termel csengő forintot, konkrét profitot és hasznot, máshogy adja, máshogy nyújtja számunkra az értéket. Ezt nekünk meg kell látnunk, és nem azt kell keresnünk, megéri-e, kifizetődő-e egy-egy együttest fenntartani, egy-egy produkciót megfinanszírozni, hanem mást kell tekintenünk. Büszke vagyok arra, hogy Karcag nem ilyen település. Ő azt nézi, hogy mit lehet megőrizni, mit lehet megtartani, és gazdag a kultúrájában. Számos együttes él, működik az élet különböző területein, és ha belegondolunk, a generációk sokasságát öleli föl, hiszen az óvodásoktól a szépkorúakig mindenki részt vesz aktívan és hallgatólag is nézőközönséget generálva a kulturális megmozdulásainkon, rendezvényeinken. Én úgy gondolom, hogy ez a város olyan gazdag a kultúrájában, hogy szinte nincs olyan hét, hogy ne legyen valamilyen rendezvényünk, kiállításunk, koncertünk, zenekarunk, és nem csak komoly, hanem a könnyű zene terén is, ami nagyon fontos, hiszen a fiatalokat célozza meg. Nem sorolom föl, milyen területeken vannak együtteseink, hiszen akkor az elkövetkező percekre talán nem is jutna időnk. Én bízom abban, hogy a fiatal generáció belenőve ebbe a gazdag kulturális életbe tovább viszi mindazt, amit eleink és mi letettünk a kultúra terén, és tovább gazdagítja azt. Én bízom abban is, hogy akár 50 év múlva is lesz nagykunsági kulturális napok. És én azt szeretném, ha ez tényleg így is lenne. Megnézve a meghívót, mindenki láthatja, milyen gazdag program vár mindenkit. Én azt kívánom, hogy mindenki találja meg számára a legmegfelelőbbet, és érezze jól magát ez alatt a pár nap alatt, és ne legyen hozzánk hűtlen az év különböző kulturális rendezvényein sem. Látogasson el hozzánk, tekintse meg, hiszen nagyon nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel, és nagy törődéssel készülnek erre kollégáink. Szeretném megköszönni a rendezőknek a munkájukat, hiszen nélkülük nem lehetnénk most itt, és nem élhetnénk meg az elkövetkező napok szép élményeit. Köszönöm nekik a munkájukat, és gratulálok hozzá. Önöknek pedig az elkövetkező napokhoz nagyon jó szórakozást és gazdag élményeket kívánok. Ezen gondolatok jegyében a 25. nagykunsági kulturális napokat megnyitom, kívánva mindenkinek nagyon jó szórakozást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszöntöm nézőnket, dr. Balta Júliával beszélgetünk egy csodaszép kerámia előtt, hogy mi is ez a kerámia, az hamarosan ki fog derülni, hiszen a nagykunsági kulturális napok megnyitója kapcsán egy kiállítás is nyílik. De
azt kérte, hogy emögé a krámja mellé álljunk. Miért pont ezt választotta? Azért, mert ez jellegzetes munkája Kovács Karolinának. Kovács Karolina ma az egyetlen Magyarországon, az egyetlen iparművész, aki a török kerámiából merít. Nem híven másolja, hanem onnan merít az észniki kerámia ihleti. És ez a motivum világ, amit itt látunk, ez egy korai észniki korszakból való minta, amit Karola nagyon szívesen használ, máshol is lát. Láttam, hogy visszaköszönnek más tárgyakon is. Egyébként ő szeret kipróbálni mindenféle stílust, úgyhogy a keleti kerámia különböző korszakait végigjárta, és ez szépen látszik az ő munkásságán. Nagyon érdekes dolog ez, és én nagyon-nagyon örültem, hogy lehetőség volt bemutatni az ő munkáit itt, mert olyan kevesen tudják, hogy a magyar népi kerámia is merített a török hagyományokból. És Karcag ilyen szempontból is egy érdekes hely, hiszen a reneszánsz, a magyar reneszánsz kerámiát megújító ifjú Szabó Mihály, ugye itt élt, ő volt az, aki a szolnoki várásatások anyagát Selmeci László és Berlon Tibor javaslatára felhasználta, áttanulmányozta, felhasználta, és tulajdonképpen ezáltal megújította, újraindította, újra gondolta a magyar reneszánsz kerámiát. Aztán volt még egy nagyon érdekes korszak, amikor ismét a török és a balkáni kerámia felé fordult a fazekasok figyelme. Ez pedig a szecesszió idején történt. A szecesszió ugye szinte minden művészeti ágat megérintett. Hogy is maradhatott volna ki a fazekasság, amelyik ugye állandóan új utakat keres, hiszen pont egy olyan jeles fazekas központban, mint Mezőtúr, hát ha nem is százával, de 50-es évvel éltek a fazekasok, és a megélhetésért mindenkinek küzdenie kellett. Nyilván mindig azt tudott fönnmaradni, aki valami újat tudott hozni. És így esett, hogy Badár Balázs, a mezőtúri Badár Balázs lelkét megérintette a szecesszió, és ebből a világból merített. Kunszentmártonban, ugyanebben az időben Kunszentmártonban Bozsik Kálmán volt az, aki ugyancsak a keleti kultúra felé fordult. Ez persze nem tetszett a néprajzkutatóknak, maga György István 1939-ben rettenetes módon kikelt Badár Balázs ellen, hogy mégiscsak micsoda szörnyű dolog ez, hogy ecsettel fest, és ezáltal elterjeszt majd olyan hagyományokat, ami nem is igazán jellemző a magyar paraszti fazekasságra, de hát Badár Balázs jól döntött, túlélte az idő, és minden tiszteletünk az övé. Na most az, amit Karola képvisel, az szinte egyenes folytatása lehet, mondhatnánk, mert látjuk az ő Badár ihlette munkáit is, és Badár díjas is lett ráadásul, tehát az 5. Badár Balázs fazekas pályázaton nagy díjat nyert az itt látható munkájával, nagy tájával, tehát nagyon-nagyon különleges ő. De ugyanez történik vele is, hogy keresi a saját hangját. Karol nem fazekas, ő iparművész. Tehát egy kicsit tágabb teret kaphat, egy kicsit jobban megengedhet magának dolgokat. Újra álmodhat, csavarhat mintákon, még azért a fazekas hagyományokhoz ragaszkodó mesterek nem engedhetik meg mindezeket maguknak. Tehát ő az, aki újra gondolja ezeket a dolgokat, és már úgy tudom, hogy már egyetemista korában megérintette az iszlám művészet, különösképp a török hagyományok, és ezért nyúlt ehhez. Nagyon érdekes ez az izniki kerámia. Először is ugye ez egy icipici kis városka, nyugat-anatóliai városka, amelyik a 16. században fazekas központ lett. A törökök ezt a stílust, ezt csinliknek mondják, ami arra utal, hogy Kínából jön ez a részben a technika, részben pedig a díszítő elemek. Tehát túlélt századokat. Érdekes, hogy 1586-ban III. Murád szultán egy hatalmas lakomát csapott, amin 1000 darab ízniki edényben terítettek. Erre a lakomára meghívtott több európai ország követét is, és azt gondolom, hogy nem lehet véletlen, hogy éppen ezután lendült fel, ezután virágzott ki
az izniki kerámia európai divatja. Tehát így jutott el végül is hozzánk is, és lám-lám századokon át máig él és éltetik ezt a hagyományt, aminek nagy tisztje lett, nagyon nagy becsülete lett, mert az elmúlt évben az UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára került. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy a kacagi közönség is láthatja, és kívánom, hogy gyönyörködjön is benne minél többet. Igen, hiszen itt azért meghökkentő színeket is látunk, színösszeállításokat, mintákat, tehát a mi kacagiak azért inkább a kántor hagyományokhoz vagyunk szokva, de tényleg nagyon szépek, és tényleg szinte már csipke kinézete van egy-egy kerámiának. Igen, nagyon, nagyon különlegesek. Hát jó, hogy Kántort emlegeted, mert Kántor Sándor ugyanúgy kísérletező alkat volt, ugye ő a körei korszakában végig mintázta az Alföld és a Felvidék hagyományvilágát, és végül is ugye a Közép-Tisza vidék stílusának megújítása fűződik az ő áldásos munkájához. Tehát a hála Istennek, hogy minden valamire való mesterember és művészember mindig azon munkálkodik, hogy valami újat hozzon, és aztán nem híven másolják ők, sem Kántor, sem Karola nem másolja ezeket a tárgyakat, hanem úgy megihleti, úgy átlényegül, átveszi azt, ami számára fontos lehet, és újra teremti ezt a világot. És hogy hogyan is teremti, arról mindjárt őt is megkérdezzük, köszönjük szépen. Örömmel, én köszönöm. Az előbb Balta Jutkától már hallottuk, hogy Kovács Karolina honnan ismerítette ezeket az ötleteket, de most vele beszélgetünk arról, hogy hogyan is csöppent bele ebbe a fazekasságba. Mezőtúron azért nagy hagyományai vannak, és én úgy tudom Jutkától, hogy az ön családjában is hagyománya van ennek. Igen, mindkét szülőm a fazekasságban dolgozik. Az édesapámnak szakmája, anyukám meg úgy belecsöppent, de 40 éve csinálja, úgyhogy tökéletesen tud mindent. Én meg körülbelül 16 éves korom óta csatlakoztam hozzájuk, úgyhogy így meg vagyunk fertőzve mindannyian. De gondolom, hogy azért a kísérletezgetés inkább az alapoktól indult, és akkor utána jöttek ezek a badár dolgok, meg a különböző keleti kultúrák iránti érdeklődés. Igen, hát ez úgy volt, hogy én érettségi után elmentem fazekas tanulónak. Elvégeztem a szakmunkás képző iskolát, ott Mezőtúron még volt fazekas oktatás, és így dolgoztam a szüleimnek a vállalkozásában, de hát ez elég kevésnek bizonyult. Úgy éreztem, hogy tovább kell tanulnom, és jelentkeztem az Iparművészeti Egyetemre. Kicsit későn, de hát jobb későn, mint soha, azt szokták mondani. Fel is vettek, és elvégeztem, 2006-ban diplomáztam, és azóta ugyanúgy a családi vállalkozásban, csak már egy kicsit más szemszögből nézem a dolgokat, és ezért már nem csak a népművészeti kerámiát csináljuk, mint annak idején az egyetem előtt, hanem más dolgokat is. Itt az előbb elhangzott, hogy iparművészként dolgozik, tehát egy picit szabadabb a keze, mint amikor tényleg kötöttek a motivumok. Hogyan alakult ki a vonzódás ezekhez a motivumokhoz, hiszen itt az előbb Balta Jutka mondta, hogy nem nagyon van ilyen, aki hasonló kerámiákat készít a környéken. Igen. Ez úgy alakult ki, hogy váltanunk kellett, mert körülbelül egy időben azzal, amikor én az egyetemre jártam, erősen gondolkoztunk a családban, hogy a népművészeti kerámiát valamivel fel kell váltani, mert egyszerűen már nem állja meg helyét a mai lakáskultúrában, akármennyire szeretjük csinálni, ez már igazából idejét múlt dolog, és valami újba kellene belevágni, és gyakorlatilag hasonlóképpen, mint Badár Balázs, aki szintén erre kényszerült, hogy váltson, mi is így váltottunk, és abban az időben hallgattam az egyetemen az iszlám művészet történetet, és így alakult ki bennem sok könyvtározás, meg tanulás, és nagyon megtetszett. És tulajdonképpen először nem csak a török motivumokat, hanem mindenféle más keleti, iráni, marokkói motivumokat is nézegettem, gyűjtögettem, évekig csak gyűjtögettem, és utána ez így szépen letisztult. És melyikre a legbüszkébb az itt kiállított munkái közül, hiszen tudom, hogy több díja is van már, esetleg van-e egy díjazott terméke? Konkrétan a díjazott termék nincs itt, de egy ugyanilyen, mint a fekete nagy tányér, ami kint van a falon, egy hozzá kapcsolódó vázával. Ezzel indultam 2005-ben a Badár díjért, és meg is nyertem, és az még mindig a szívem csücske, és ezért csinálom még a mai napig.
gondolom, hogy azért az újítás az megint a fejében van, tehát akkor megint valami kultúrát tanulmányoz, vagy ezeket szeretné egy picit variálni a meglévő tudásával. Igen, így van, ez egyelőre még nem futott ki bennem teljesen, ezt szeretném variálni új színekkel, esetleg új motivumokkal, de úgy gondolom, hogy még érdemes folytatni, meg érdemes egy kicsit rágódni még ezen a dolgon. És iparművészként csak a kerámiával foglalkozik, vagy azért esetleg mást is kipróbált? Kerámiával foglalkozom elsősorban. Nagyon szerettem volna grafikus lenni, de nem bánom, hogy nem vettek fel grafikusnak, jelentkeztem annak is, de igazából mégis a rajzokból, meg a rajztudásomból élek, csak éppen a kerámián. Reméljük, hogy akkor még nagyon sok szép tárlata lesz, és még sok díjat kívánunk önnek. Köszönöm szépen.